A forró nyári napokon házi állatainkra is vigyázni kell. A kutyákat még jobban veszélyezteti a hőgúta, mint az embereket. A veszélyeztetett kutyák közé tartoznak az öreg, a szívbeteg és a rövidorú fajták. Utóbbinak az orrjáratuk és a légcsövük is szűkebb, és a lihegéssel sem tudják olyan hatékonyan hűteni magukat, mint a többi kutya. Ezért a nagy melegben akár meg is fulladhatnak. A fekete szőr magába szívja a meleget, de például a hosszú szőrűek is nehezebben tűrik a forróságot. A hűtés érdekében jól esett az ebeknek, ha mancsait hideg vízbe mártják, vagy egy vizes törölközön végig feküdhetnek. Ha mégis megviselni a kutyát a nagy meleg, fontos, hogy időben cselekedjünk. Mindig biztosítsunk a kedvenceink számára ivóvizet és árnyékot, sose hagyjuk az autóban, vagy gyorsan felmelegedő más helyen, zárt helyen a kutyákat, macskákat. Hogyha már megtörtént a baj, és túlhevült az állat, akkor liheg, elfekvő, akár véres hasmenése is lehet, ilyenkor azonnal le kell locsolni bővízzel, és a legközelebbi állatorvoshoz kell vinni. A forró nyári napokon a sétákat próbáljuk akkor a reggeli vagy az esti órákra időzíteni, főleg ha a kutyát aszfalton sétáltatjuk, ugyanis a levegővel együtt az is felforrósodik napközben. Nyíregyházán a bújtosítóban és a sóstóítóban is tilos fürdetni a kutyákat. A lehűtés és itatás érdekében ezért a sétákra is ajánlatos vizet és hordozható itatótálkát vinni házi kedvenceinknek.